A külpolitikát, a gazdaságpolitikát és az energiapolitikát is újra kell gondolni itthon a háborús helyzet miatt, véli Róna Péter, aki Kerdóta hivatalosan is az ellenzék köztársasági elnök jelöltje. Áder János utódát március 10-én választják meg, aznap szólalhat fel a parlamentben az ellenzéki jelölt is, a stúdióban Róna Péter. Az ellenzék államfőjelöltje, jó estét kívánok! Köszönöm, jó estét! Náluk. Kezdjük akkor ezzel, amivel abba hagytuk, hogy a Kerdóta hivatalosan is államfőjelölt, és 10-én beszél a parlamentben. Ez egészen biztos? De ezt nem kell a képviselőknek megszavazni? Tehát ez kijelenthető, hogy 10-én? Én úgy tudom, hogy biztos. 10-én el tudja mondani, igen, ezt a beszédet. Amikor kiderült, hogy ön lesz jelölt, akkor mi hívtuk azonnal Oxfordban, értük utól, és Skype-on beszéltünk, igen, és akkor én megkérdeztem még frissiben, hogy vajon miről fog beszélni, tudja-e már. Mondott egy pár gondolatot, de hát azóta nagyon sok minden történt. Például az elmúlt 8-9 igen, napban. Mennyire írja át ez a jövőt? Átírja. Kétségtelenül átírja, ugyanis hazánk egy rendkívül nehéz helyzetbe került az ukrán események mentén. Itt most a magyar külpolitika romokban hemer. Orbán Viktor jövő hét csütörtökén Párizsba utazik egy EU-s csúcs találkozóra, éppen az elnökválasztás után, köztársasági elnökválasztás után, ahol a jelenlegi állapotok szerint a másik 26 ország képviselői közül egyetlen egy barátra sem számíthat. Tehát tudomásul kell venni, hogy Magyarország ma az Európai Unión belül és a világon is a legmesszebb menőbb elszigetelt állapotba jutott. Ugye Lengyelországot szokták említeni, mint partnert, és hát ugye a szankciók, az uniós szankciók őket is érik, viszont Oroszország kérdésében nagyon nem lehet partner, hát ugye híresen rossz a viszony Lengyelország és Oroszország között, tehát ő sem lesz. Ő sem. A csehek egyáltalán nem, szlovákok egyáltalán nem, tehát itt Magyarországnak ma ugyanaz a helyzete, mint volt Versailles-ban, mint volt Párizsban a II. Világháború után, hogy nincs egyetlen egy igazi barátja a világban. Miért lenne most szüksége erre Orbán Viktornak egyáltalán? Egyébként ők azt mondják, hogy mindent megszavazott a kormány, a közös álláspontokat megszavazta most az Aztán azt mondta, hogy nem szavazta meg. Ugye, tehát egyik nap megszavazza, és másnap azt mondja, nem, azt nem szavaztuk meg, hogy fel kell adni Paks 2-t, és azt nem szavaztuk. És azt nem szavaztuk meg, hogy be kell zárni ezt a Nemzetközi Fejlesztési Bankot. De hát megszavazták. Most megszavazták, vagy nem szavazták meg. Tehát ilyen, ezeket a játszmákat a világ porondon nem lehet játszani, ez kizár dolog. Tehát a magyar külpolitika romokban hever, magunkra maradtunk. Egy. Kettő. Én nem hiszem, hogy azért ebben az országban van egyáltalán valaki, beleértve Orbán Viktort, aki komolyan gondolja, hogy a jelenlegi körülmények között Magyarország bármiféle anyagi támogatásra várhat az Európai Uniótól. Ide EU-s pénzek, amíg Orbán kormányon van, nem fognak jönni. Erről nincs mit vitatkozni, nincs mit elmélkedni, ez így van. Milyen pénzek? Költségvetési pénzek, költségvetési vagy helyreállítási alappénzei? Egyetlen egy euró sem fog ide jönni. El fogja ezt engedni Orbán Viktor? Nem fogja végül aláírni az összes kérést, amit kér az Unió? Napirendre se tűzik, hogy írja alá. Neki most már azért kell küzdenie, hogy egyáltalán a témát az Európai Unió napirendre tűzze. Tehát azt gondolja, hogy helyreállítási alap, nem tudom, hogy mikor lett volna a következő forduló, hogy most abban egy levelezés van, nem lesz már következő forduló? Nem. De ezt miből gondolja? Akkor nem fognak tárgyalni egyáltalán a miniszterelnökkel? Ezt tudom. És honnan tudja? Az Európai Uniótól. De az Európai Unió elnökével vagy vezetőivel beszélt? Egyik vezetővel. A bizottság elnökével? Egyik vezetővel, igen. Ő elárulja, hogy kivel? Nem. Pedig nagyon-nagyon-nagyon kíváncsi lennék rá, és nagyon fontos lenne, hogy elárulja, mert... Teljesen mindegy. Tehát, ez a helyzet. Ezt tudomásul kell venni. Aki ezt nem hiszi el, az járjon utána Brüsszelben, és meg fogja tudni, hogy ez így van. Igen, csak ugye a helyreállítási azért nagyon-nagyon megdöbbentő, amit mond, ugye itt több pénz van, egyrészt a helyreállítási alap, ami a Covid miatt volt, és hát az uniós költségvetési pénzek, és azt mondja, hogy egyik sem fog Magyarországra érkezni. Mi lesz a magyar gazdasággal is? Hát erről van szó. Erről van szó. Tehát tudomásul kell venni, hogy az EU-s pénzek
addig, míg Orbán kormányon marad, nem fognak jönni. Mert Orbánnak a hitelessége forog a kockán, ezt ő elvesztette, az Európai Unió 26 tagállama világosan látja, hogy Putyin Európa összeomlását szorgalmazza. Amit ő Ukrajnában csinál, az nem csak Ukrajna ellen, hanem egész Európa ellen történt támadás. Na most, Orbán Viktor, Putyin barátja. Szoros barátság fűzi őt Oroszországhoz és személyesen Putyinhoz. Ezzel nem tudnak mit kezdeni. Hát nézze, gondoljon bele, hogy ez hogy néz ki az ő szempontjukból. Egy olyan kormányt fognak támogatni pénzzel, amelyik még ma reggel is olyan állításokat tett Európára, az Európai Unióra, nem igaz. Orbán Viktor ma reggel azt mondta a rádió interjúban, hogy az Európai Unió nem ad egy fillért se a menekültek megtámadására. Tegnap 500 millió eurót szavazott meg az Európai Unió a menekültek megsegítésére. Tehát egy az egyben ma reggel azt mondta, ami nem igaz. Mást is mondott Orbán Viktor, azt mondta például, hogy ami a háború utáni kétoldalú kapcsolatokat illeti, egy biztos, Oroszország a háború után is fog létezni, Magyarországnak és az Európai Unió pedig a háborút követően is lesznek érdekei, semmilyen ér nem szól amellett, hogy megszakítsuk az oroszokkal az energetikai együttműködésünket. De igen. És az szól amellett, hogy megszakítsuk ezeket az együttműködéseket. Az, hogy Orbán Viktor belevitte Magyarországot egy 90%-os függőségbe, az orosz energiaellátási függőségbe, mert 90% elejéig függünk az orosz energiaellátástól, az a magyar külpolitika sajátos teljesítménye, ami nem jellemző egyetlen egy más európai országra sem. Az európai országok egybehangzó törekvése most az, hogy a lehető legnagyobb mértékben függetlenítsék magukat az orosz energia forrásoktól. Na most lehet azt mondani, hogy mi ehhez nem kívánunk csatlakozni, de ez az európai stratégia. Németország óriási sebességgel építi a cseppfolyós gáz tárolókat. Mert hozza Észak-Afrikából és máshonnan cseppfolyós gázszállítmányokat. Tehát ez nem így van. Itt miről van szó? Arról van szó, hogy a II. Világháború után kialakult egy nemzetközi biztonsági és gazdasági rendszer, ami a megállapodásokon és a szabályok betartásán alapul. Ezen lehet változtatni tárgyalásos alapon, ilyen nyomással, olyan nyomásgyakorlással, stb., de háborúval nem. Az tiltott, azt nem lehet. Ez a II. Világháború utáni nemzetközi konzenzus. Bármennyire is szeretne Kína lerohanni Tajvánt, nem rohanja le, mert nem lehet. Másképp kell ezt a kérdést megoldani. Putyin azt mondta, hogy már pedig neki lehet. Na most a világ, nem csak az Európai Unió, vagy nem csak a NATO, vagy nem csak az Észak-Amerikai Egyesület, a világ ezt nem fogadja el. Mert ez az alapszerkezetét döntötte romba. Ugye itt nagyon-nagyon súlyos tévedésben szenved mind a magyar politika, és bizonyos fokig a magyar közvélemény is. Ugye Orbán Viktor és Szijjártó Péter bejelenti, hogy márpedig ők megépítik Paks 2-t. Nem fogják megépíteni. Ez kizárt dolog. Ezzel nem érdemes vitatkozni, mert a NATO, az Európai Unió nem fog elfogadni egy olyan tagországot, amelyik ilyen mértékben függ az oroszoktól azok után, ami történt. Akkor mi lesz a mi uniós tagságunkkal, hogyha azt mondja, hogy ezt sem fogják megengedni, egy ilyen függés sem fognak megengedni, és egyébként egy fillért sem fognak küldeni? Az lesz a tagságunkkal, hogy vagy beállunk az Európai Unió fősodrába, és úgy viselkedünk, mint a másik 26 tagország, ugyanazt a politikát folytatjuk Oroszországgal szemben, hogy fel is út, le is út. Róna Péter, köszönöm, hogy itt volt nálunk.